A romániai magyarság érdeke, hogy az RMDSZ jó eredményeket érjen el minden egyes választáson, hangsúlyozta ma Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 2024 az együttműködő nemzetéve Magyarországon. Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn ismertette a tematikus évet Budapesten. Ennek kapcsán elmondta, minél több fiatalt szeretnének elérni, nélkülük a nemzetpolitika megvalósíthatatlan lenne. Minden régióban szeretnék megerősíteni a szülőföld megtartó erejét. Kiemelte ugyanakkor, hogy idén ezek mellett hangsúlyos helyen szerepel a hálózatok építése az élet minden területén, és ezeknek a hálózatoknak az együttműködését célzó programok megvalósítását tervezi az államtitkárság. Ezért is folytatódnak a támogató programok és pályázatok. Ha magyar nemzetben gondolkozunk, akkor lehet úgy is gondolkozni, hogy hálózatokban való gondolkozás. Hogyha a magyar nemzetnek adunk támogatást, segítjük, erősítjük, akkor úgy is meg tudjuk ezt tenni, hogyha a hálózatokat erősítünk. Ezeket a hálózatokat egymástól függetlenül, vagy egymással párhuzamosan, egymás mellett erősítettük az elmúlt években. A tematikus évet ismertető sajtótájékoztatón Potápi Árpád Jánost arról is kérdezték, hogy mire számít az európai parlamenti választásokon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részéről. Az RMDSZ az a romániai magyar párt, amely a magyarságot összefogja, és országos szinten a legjobban tudja képviselni, jelentette ki. Szerinte egyetlen olyan magyar közösség sincs, amely regionális vagy országos szinten több etnikai pártot el tudna tartani, ebbe bele kell nyugodni. Éppen ezért a romániai magyarság érdeke, hogy az RMDSZ jó eredményeket érjen el minden egyes választáson, így az uniós választáson is, közölte. Hozzátette, rendkívüli jelentősége van a mozgósításnak, amit az RMDSZ az elmúlt időszakban jól végzett. Az államtitkár felkérte a többi erdélyi magyar szervezetet, a pártokat, a nemzeti tanácsokat, a történelmi egyházakat, az önkormányzatokat, hogy tegyenek meg mindent az uniós képviselet megőrzése érdekében. A Maszolnak, a Románok Egyesülésért Szövetség várható előretörésével kapcsolatos kérdésére Potápi Árpád azt mondta, elsősorban a román belpolitikának kell megvizsgálnia, hogy mi vezetett egy szélsőségesen nacionalista párt ilyen mértékű felemelkedéséhez.